Az entaiak fontosnak érzik a hagyományok éltetését, és igyekeznek a fiatalokhoz, gyerekekhez is közelebb vinni a régmúlt szokásokat. Azért örülök, hogy ma itt lehetek, mert a barátaimmal együtt díszítem a fát, meg a fára lufikat, meg szalagokat fogok főtenni. A májusfát a hagyomány szerint április 30-áról május 1-ére virradóra az éleple alatt díszítették. Mi idősek már jól tudjuk, hogy ez mit jelent, de sajnos a gyerekek azok nem tudják. És tavaly is nagyon sok kis diák eljött a rendezvényre, érdekesnek találták, és reméljük, hogy az idén is majd meg fognak jelenni ugyanazok a gyerekek. Míg a májusfára felkerültek a szernél szebb színes szallagok és lufik, addig a sarkantyú tambura zenekar húzta a talpalávalót. Nagy öröm számunkra az is, hogy már 3 évvel ezelőtt is az Esperes azt mondta, hogy hajrá, csak így tovább. Az ilyen dolgokat kell éltetnünk és tovább folytatnunk. Én úgy hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy jól érezzük magunkat abban a helyzetben is, szakaszban, amely most igazán elérkezett. Tehát itt a tavasszal pedig újjáéled a természet, remélem, hogy a közösségünk ereje és gondolkodás módja is meg tud újulni. A régmúltban a tarka szallagok mellett gyakran édes és sós sütemények is kerültek a fára, mely azt a célt szolgálta, hogy a házban lakó lány szerelembe essék a neki fát állító férfiba.